Sziasztok! Kicsit előbb jöttem, 13:59, és 14 órakor kezdünk, de úgy voltam vele, hogy akkor kezdjük el kicsit előbb, amíg itt feláll a rendszer, addigra pont 2 óra, és akkor ezzel már nem kell egyetlen egy percet sem veszíteni, és meg is van. Sziasztok! Hopp, hangot kicsit le! Kicsit előbb jöttem, 13:59, és 14 órakor kezd. Ennyi késés van, körülbelül egy 10-15 másodperc késés van, amit én látok, meg amit ti láttok a között. Már is vagyunk 22-en, fú, ez nagyon jó. Remélem nem az ebédidőtök kárára vagytok velem. Sziasztok mindenkinek! Mindenkinek szia, ki itt van, mindenkinek nagyon örülök. Állítom még, hogy frissüljenek a hozzászólások is. Igen. Meg is van. Nagyon jó. Na, picikét várunk. 64-en, 66-an vagyunk már, nagyon jó. Szia, 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 szia mindenkinek, szia. Szervusztok. 75. Jó, hogy itt vagytok. Tartunk ma is egy kis izgi technika órát, még szerintem tőlem utoljára az ősz jegyében, és akkor utána ráfordulunk az ünnepvárásra, de egyelőre még azért javában tombol odakint az ősz, úgyhogy mindenképpen valamilyen ilyen témát akartam hozni, remélem, hogy tetszeni fog nektek. A mai témánk egy kopogtató lesz. A kopogtatóhoz megpróbálok minden olyan alapanyagot felhasználni, ami egyébként itthon van. Tehát megpróbálom úgy, vagy megpróbáltam úgy összeállítani, hogy ne kelljen hozzá különösebben bevásárolnotok. És a nagy része az újrahasznosítás, tehát vagy természetes anyagok használata. Tehát próbáltam erre törekedni. Nyilván azért az is szempont, hogy minél tartósabb legyen, ezért lehet, hogy egy-két műnövényt azért bele fogok rakni, mint kitöltő, vagy mint alap. És azt azért összhatásában mégis egy természetes kopogtatóval fogjuk összeállítani, amihez fő díszként a két hungarocell tojásra épített, levegőre száradó gyurmából készített makkot szeretném használni. Tehát ez gyakorlatilag a folytatása annak a múltkori videónak, ahol a hungarocell alapra elkészítettük ezeket a kis makk díszeket. Lehet, hogy tököt mondtam, de már meg vagyok zavarodva én is. Egy kisebb és egy nagyobb tök. Ahol elkészítettük ezeket, azoknak a videóját be fogom linkelni kommentbe, és akkor ott meg fogjátok tudni nézni, hogyha nem láttátok esetleg. Egyáltalán nem volt bonyolult, nagyjából összefoglaltam, hogy mikre kell figyelni, hogyha levegőre száradó gyurmával dolgoztok. És gyakorlatilag azóta csak annyi történt, hogy átfestettem, vagyis pontosabban lefestettem ezeket a kis díszeket, adtam nekik egy kis hangulatot, nyilván így azért más, mint a fehér gyurma színben. Próbáltam ezt is így viszonylag természetesre, de abszolút rátok van bízva, akár hupilila is lehet a mak, tehát abszolút csak a fantázia szabhat határt. Nagyon szépen összegyűjtünk, szerintem kezdhetjük. Az volt az elsődleges szempont, ugye, hogy ne kelljen vásárolni. Nekem nagyon sokszor van, hogy nincsen a megfelelő méretű kopogtató alapom itthon, és ezért mostanában szerintem főleg el fogom kezdeni felhasználni azt a rengeteg kartondobozt, amit itt rakosgatok, mert mióta egyrészt egyébként csomagolás miatt, másrészt pedig azért, mert lusta vagyok elvinni a szelektívig, úgyhogy inkább kopogtató alapokat fogok belőle készíteni, és akkor ilyen kis lapos kopogtatókat fogunk kapni. Gyakorlatilag kaphatók ezek a fa alapok is, amik teljes telibe körök, azokra egy kicsit hasonlít, azoknak a díszítési módjához egy kicsit hasonlít, azokból nagyon sokat láthattatok már itt a technika órák alatt, hiszen a kolléganők nagyon szeretik, és egyébként tényleg egy könnyen és viszonylag jól díszíthető alap. De most úgy voltam vele, hogy nem szeretnék bolti alapot használni, hanem akkor használjuk azt, amink van.
Ezért mindjárt mutatom, ide készítettem így oldalt. Egy teljesen egyszerű hullámkarton lapra felrajzoltam két nagy ilyen kör alakot, és kivágtam őket, és a közepükre pedig tettem két kisebbet, és azokat is kivágtam. Nyilván, ha már volt a kezetekben hullámkarton, akkor tudjátok, hogy ezeknek ilyen kis, azért hullámkarton, mert ilyen kis hullámok vannak benne, ezek adnak neki egy szálirányt, ami a felületén is látszik. És ebben a szálirányban nagyon könnyű így megtörni, tehát ilyen tekintetben egyáltalán nem stabil. Viszont a szálirányára merőlegesen már nehezebb, és hogy ne fordulhasson elő olyan, hogy munka közben esetleg megtörik, és nem fogjuk tudni használni, hiszen már megsérült, és elvesztette a tartását, vagy a formáját. Ezért én két rétegben fogom elkészíteni, és a szálirányokat figyelembe véve egymásra merőlegesen fogom a kettőt rögzíteni egymáshoz. Így minden irányban masszív, és nem tud megtörni. Nyilván ez egy nem túl bonyolult trükk, de elképzelhető, hogy van olyan, akinek esetleg ez nem jutott eszébe, és talán viszonylag későn fedezte fel, hogy tönkre ment a munkája. Tehát ezt szeretnénk megelőzni, hogy ha már ennyi dolgozunk, akkor tartós legyen az eredmény, és ne kelljen a rengeteg alapanyagot, vagy az időnket utána sajnálni. Én középre beszúrtam az ollót, és sugárirányba vágdostam ki a kör széléit, utána pedig egyszerűen körbevágom. Nem kell arra figyelni, hogy maximálisan pontosak legyetek, sőt, megmondom őszintén, hogy én ezt a kört is elsősorban szemre mértem oda, tehát nem mértem ki a közepét, nyilván kivérhetitek a közepét, itt látszik, hogy csak úgy nagyjából van kivágva, nem fontos itt most a pontosság, és majd meg is fogjátok látni, hogy miért nem. A másiknál ezt ugyanúgy megcsinálom, beszúrok középre, és kivágok, itt sugárirányban, azért vágok ki sugárirányban, hogy utána könnyebb legyen ezeket a darabokat kivágni, mert hogyha nem tenném meg, akkor amilyen merev ez a karton, nagyon nehéz lenne azért a vonalon maradva körbevágni, így viszont sokkal egyszerűbb. Úgy, ez se szabályos, de nem baj. A fölöslegeket, azokat most ide leteszem magam alá, majd kidobom. Tehát van két ilyen körünk. Ennek a szélessége egyébként mindenkinek szia, aki közben megérkezett. Ennek a szélessége egyébként abszolút rátok van bízva, hogy mekkora lyukat hagytok középen, vagy egyáltalán hagytok-e lyukat. Nem feltétlen szükséges lyukat hagyni. Egyébként anélkül is mondom, teljesen jól működik ez az alap. Akkor olyan lesz, mint ezek a fa réteget lemez, vagy MDF alapok, mint az óralapok, és a társaik, csak nem lesz a közepei lyuk, tehát abszolút rátok van bízva. Van egy szélesség, aminél viszont nem érdemes nagyon keskenyebbre szabni, mert akkor meg már tényleg a stabilitásából fog veszíteni, és azt ugye egyikünk sem szeretné. Igen, nagyon, nagyon egyszerű alapanyag egyébként. Szerintem nagyon sok háztartásban van, akár a banános doboztól elkezdve bármilyen kartondoboz felhasználható, erre bármilyen vastagságú, csak az a lényeg, hogy legyen egy jó ollótok, amivel tudjátok vágni, és akkor onnantól rendben vagyunk. Tehát, amikor összeragasztjuk, arra figyeljetek, hogy ezen mutatom, így van a szálirány, nevezzük most szálirálynak az egyszerűség kedvéért, jó? Tehát így futnak bent a hullámok a hullámkartonban, és arra merőlegesen van egy ilyen szálirány, amelyik irányban nagyon kényes a hajlítása, a másik irányban abszolút nem. Ezért, amikor összeragasztjuk, arra nagyon figyelünk, hogy ezek a szálirányok a két elemnél egymásra merőlegesek legyenek. A ragasztáshoz egyébként én ezt a sima egyszerű express ragasztót fogom most használni, de gyakorlatilag bármilyen papírragasztó megteszi. Annyi, hogy mivel ez egy viszonylag vastag és jó tartású anyag, ezért
Hát bőven kell tenni a ragasztóból, mert hogyha túl keveset tesztek, akkor egyszerűen felszívja a papír, és nem fogja összetartani a rétegeket egymáshoz. De most itt még jön egy kis trükk, mielőtt ezt összeillesztjük, ugyanis szeretnénk előre beleépíteni egy akasztót. Hol ennek a vége? És ehhez én ilyen egészen egyszerű kenderzsinort fogok használni, vagy lenzsinor, juta zsinor, ki hogy hívja, nevezi, teljesen mindegy. Kötök az egyik végére egy csomót, körülbelül olyan, hát egy olyan 20 centi, és kötök a másik végére is egy csomót. A maradékot levágom. Ezeknek a csomóknak az lesz a lényege, hogy tartsák ezt az akasztót, és úgy fogom ideilleszteni, hogy a csomók túllógjanak, az akasztó itt felül kijöjjön, merőlegesen a szál irányt figyelembe véve merőlegesen ráragasztjuk az egyik réteget a másikra, és akkor így gyakorlatilag mi a baj, Annácska? Mi a baj, édesem? Jó, csak nagyon nyikorogsz, jó? Na, tehát itt van egy ilyen akasztó, aminek itt alul a két csomó tartja a két végét, tehát ez nagyon jól fog itt majd működni nekünk a továbbiakban, és nem lesz semmi gondunk azzal, hogy hogyan akasztjuk fel, vagy hogyan szereljünk rá egy akasztót. Ez az akasztó is olyan, hogy ezt ennek is a hosszával, vagy az elrendezésével játszhattok, ahogyan ti szeretnétek. Akár úgy is lehet, hogy innen indul, és ilyen nagyobb akasztó, hogyha magasabban van, ahova föl tudjátok rögzíteni, és jobban szeretnétek, hogy lelógjon, de lehet ilyen egészen rövidre is, vagy még akár ennek a kis töredékére is még rövidebbre. Hello, good afternoon for you too. Nice to see you here. So, megyünk tovább. Megvan az alapunk. Ez így már stabil, nem tudjuk hajtogatni semmilyen irányban, hiszen a szálirányok így egymásra merőlegesek, nincsen semmi, ami miatt érzékeny lehetne. Illetve hát nyilván azért mindent nem bír ki, de gyakorlatilag azért így most dolgozni már nagyon jól tudunk rá. Kézbe veszek ilyen nagyon egyszerű papír ragasztó szalagot, egyáltalán nem kell, hogy márkás legyen, a legolcsóbb is megteszi, sőt, ne legyen márkás, mert amire én szánom, ahhoz egyáltalán nem kell különösebben jól tapadnia, és egész egyszerűen megfogom, és körbe ragaszgatom egy kis átfedéssel ezt a koszorú alapot, és az nem probléma, hogyha így nem simul rá ez a papír, hiszen ez a világon semmit nem fog jelenteni a végén. Ennek az a szerepe, gyakorlatilag összetartja még jobban, kicsit előfordul, elszakad, semmi gond, kimerevíti, és egyenletesebbé teszi nekünk a felületet. Próbáljátok minél nagyobb, minél kisebb átfedéssel dolgozni, minél nagyobbakat haladni, úgy a leggazdaságosabb. És itt szépen, hogyha körbe haladtok, nem baj, hogyha közben elszakad, az se baj, ha ráncolódik, egyáltalán nem jelent semmilyen gondot. Így szépen haladunk tovább. Ha van egy kis szünet, előfordul, nem gond. Hogyha nem áll rendelkezésre otthon papírragasztó szalag, de van a széles, sima ragasztó szalag, az is megteszi. Igazából ez a lépés azért nem létszükséglet. Attól még a koszorú alap működni fog, és tovább lehet vele haladni, de mégis valahogy én azt érzem, hogy szükség van egy ilyen stabilizáló rétegre, mielőtt bevonjuk. Így, ahogy ideérünk az akasztóhoz, az akasztó mellett elhúzunk egy réteget, utána nyilván az akasztón nem fogunk átférni a szallaggal, ezért ezt itt elszakítom, és egész egyszerűen átdugom az akasztónál, lehet, hogy összeragad, semmi gond nincsen, szépen óvatosan még szétszedjük, de mondom, az sem gond, hogyha így összetapad esetleg, egész egyszerűen áthajtjuk, tovább megyünk, és akkor itt az akasztó mellett megérkezünk,
És itt még egy kicsit meg lehet ragasztani, hogy átérjünk tényleg ide szembe. Aztán legyen az egész, be legyen borítva ígni. Érdemes egy kicsit megfogtosni, megszorongatni, meglapogatni, hogy ezek a ráncok azért egy kicsit kisimuljanak. És akkor így, ahogy látjátok, ez most gyakorlatilag így egy két rétegnyi vastagságú alap, aminek a vastagságával utána még bármilyen szinten tudtok játszani, tehát meg lehet hagyni ugyanilyen vékony alapnak, meg lehet csinálni úgy is, hogy fogjátok magatokat, és tesztek egy ilyen alakú bélést rá, akár vatelimből, vagy bármilyen szivacsos anyagból. A másik oldalát, a hátoldalát, ezt azért célszerű laposnak meghagyni, mert hogyha felakasztjátok a falra, akkor az oda szépen felfekszik. De hogyha ezt így túl laposnak érzitek, akkor ezt a részét nyugodtan ki lehet bélelni, semmiféle problémát nem jelent, nehézséget se különösebben, és a borítását viszont úgy találjátok ki, hogy passzoljon ahhoz a koncepcióhoz, amit szeretnétek. Én egy ilyen teljesen natur borítást tettem az én alapomra, de ezt is megmutatom, hogy nyilván, hogy hol. Volt egy ilyen függönyanyagom, amit egész egyszerűen, ahogy föl volt takasztva, és egy darabig árnyékban volt, utána innentől, ettől a vonaltól kezdve talán látszik is, így ebben a sávban teljesen kiszívta a nap, és gyakorlatilag egy teljesen másmilyen szín van itt egy ilyen ombra átmenettel. Úgyhogy itt, ahol ez a szín átmenet van, egész egyszerűen fogom az anyagot, de gyakorlatilag mondom, tényleg bármilyen anyagot használhattok ehhez, ami csak otthon van, kopott lepedő, ágyneműk, akár pólók, bármi, amit csíkokra tudtok vágni, konyharuha, tényleg rengeteg textilt kidobunk így is, és akkor legalább ennyivel is kevesebb lesz a hulladék. Meg lehet festeni az alapszínét is gyakorlatilag bármilyenre, tehát megtehetitek azt, hogy mondjuk ezt az anyagot így, ahogy van, beteszitek mondjuk nem is feltétlenül ruhafestékbe, mert gyakorlatilag abból is bármilyen szín létezik, de megtetitek, hogy főztök egy jó erős kávét, vagy teát, beledobjátok, és akkor ilyen jó kis foltosra fog megszáradni, tehát lesz ez a kézzel festett színe, hogy nem egyöntetű, nem ez a gyári szín. Gyakorlatilag játszhattok ezzel is. Aztán azzal is, hogyha miután föltekertétek, azután kézbe vesztek mondjuk textilfestéket, és akkor ráfesthettek innentől kezdve bármit, és tekinthettek rá úgy, mint egy külön önálló koszorú, tehát nem is feltétlen kell tovább díszíteni, hanem rátok van bízva, hogy mire mentek, vagy mire használjátok utána a továbbiakban. Arra érdemes figyelni a bevonásnál, hogy jegyezzétek meg, hogy melyik oldalt szánjátok a hátoldalnak, és akkor a hátoldalnál kell ezeket az illesztéseket, nyilván csíkokat szakítunk ebből, hasítunk ebből az anyagból, és ezek nem fogják teljesen körbeérni, mert nem lesz annyira hosszú. És egyébként szerintem nem is baj, hogyha nem éri teljesen körbe, és nincs egyben ez a sok csík, mert sokkal nehezebb úgy dolgozni, hogyha ilyen végtelenül hosszú, és akkor nyilván, hogyha nem akarja az ember fél órán át húzkodni a lyukon középen, amikor áthajtja az egyik oldalról a másikra, akkor gombolyagot kell belőle csinálni, aztán ha a gombolyag nem fél át középen, akkor megint gondba vagyunk, tehát szerintem sokkal egyszerűbb az, hogyha ilyen csíkokat tép az ember, és innentől kezdve a csíkoknak sem kell feltétlen pontosan ugyanolyannak lenni, én azért nagyjából ide szoktam mérni őket, és akkor nagyjából ugyanolyan szélesek. Nem érdemes túlságosan széles csíkokat vágni, vagy tépni, hasítani, mert hogyha túlságosan szélesek ezek a csíkok, akkor ezeket az íveket nem tudják szépen fölvenni, nem tud rásimulni ezekre az ívekre az anyag, hanem ráncolni fog. És hogyha egyébként ez a fő célotok, hogy ráncolni szeretnétek, akkor nyugodtan megtehetitek ezt is. Tehát ez is egy újabb lépés. Lehet alapvetően már színezett, mintás anyagot is felhasználni ezeknek a csíkoknak az elkészítéséhez.
Nem feltétlen kell ilyen natur. Én azért választottam most ezt a natúrt, mert tényleg összhatásában egy ilyen egyszerű natur dekorációt szeretnék készíteni, és ahhoz most én ezt láttam a legjobbnak. Meg is vannak a csíkok, gyakorlatilag ennyi csíkkal be lehet fedni, és a világon semmi gondot nem fog jelenteni. Ez a célunk tehát, de mindjárt kutatom, hogy hogyan tudjuk szépen elkészíteni. Ha megvan ez az alap, ha idáig mindenki eljutott, de közben azért ráessek, de nincsen még kérdés, jól van, jól látom. Hihetetlen egyébként, hogy itt vagyunk, és már 20 perc eltelt, tehát úgy száguld az idő, hogy valami botrány. Próbálok nagyon összeszeret maradni, egyébként csak annyi minden van a fejemben, és annyira koncentrálok arra, hogy mindent elmondjak, amit szeretnék, hogy néha én magam is belezavarodok. Nos, megjegyezzük, hogy mondjuk, ha így tartjuk, melyik oldala az, ami szebben sikerült. Mondjuk legyen ez az eleje, legyen ez a hátulja. A hátulját fordítom magam felé, hogy lássam, hogy melyik az a rész, ahol nem kell attól félnem, hogy esetleg nem lesz tökéletes. És ide fogom a hátán az egyik helyre, mondjuk kezdjük az akasztónál, ez egy viszonylag problémás rész, ide fogom ezt a csíkot, és egész egyszerűen nem kell rögzíteni se ragasztóval, se semmivel, hanem így, ahogy tekerem, a következő tekeréssel ráfedek, tehát ez így most már úgy megfogja, hogy nem kell a rögzítéséhez ragasztót használni. Eljutottam megint ide az akasztóhoz, akkor itt az akasztónál átfűzöm az anyagot, meg vagyok, haladok tovább, mellette egyet, és ezzel az anyaggal sem kell túlságosan, hogy is mondjam, spórolósan tekerni, mert ahogy látjátok, a vastagságából adódóan megvan egy szép kis átfedése, de hát gyakorlatilag ennyi, nem kell arra ügyelni, hogy ezáltal adjunk neki egy vastagságot, bármivel tudtok neki vastagságot adni, akár hogyha nem bánjátok, hogy nem annyira egyenletes, még bevásárló szatyrokkal is ki lehet itt ezt a részt tömködni, és akkor ahogy az anyagot rátekerjük, az szépen ad neki egy ilyen íves felületet, amit aztán, hogyha olyan koszorú, amihez ez jobban passzol, akkor egyszerűbb díszíteni. Itt megint, ide itt tartom, ahol véget ért, ez a hátoldala a koszorúnak, mindig a hátoldalán illesszétek oda a következőt, és így egy pici átfedéssel, néhány centi átfedéssel, megint úgy, ahogy az előbb, az előző végére megint ráfedek, és akkor haladok tovább. Úgyni. Tényleg azt gondolom, hogy manapság a hobbiipar olyan szinten fejlődik, és annyira kiszolgálja az embert, hogy nem szabad hagynunk, hogy ellustuljunk. Muszáj a kreativitásunkat használni, hiszen hogyha csak annyi a munkánk, hogy meglevő dolgokat egymás mellé ragaszgatunk, akkor hol marad az alkotás és a kitalálás öröme, igaz? Tehát nem lehet csak arra támaszkodni, amit készen megvehetünk, hanem néha sokkal jobb önmagunknak elkészíteni egy-egy alapot, vagy egy-egy dekorációt, amit utána tovább használhatunk, vagy föltehetünk egy ilyen kompozícióra. Most arról nem is beszélek, hogy nyilván amióta könnyen elérhetőek ezek az alapanyagok azóta, előfordulhat, hogy gyakran találkozunk vele szembe az interneten is, más is megtalálja az alapanyagot, más is úgy rakja össze, és akkor nyilván felvetődnek kérdések, hogy ki találtak előbb, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Nos, hogyha rám hallgattok, akkor egy picit egyedibbé teszitek a munkáitokat azáltal, hogy megpróbáljátok a körülöttetek levő anyagokat felhasználni, és minél kevesebb olyan kiegészítőt vásárolni, ami bárki számára hozzáférhető. Úgy. Körülbelül három csíkot tekertem fel eddig, és mindjárt a háromnegyedénél meg vagyunk. Négy csíkot talán, igen. Itt is megint mutatom, hogy itt átértünk. Mindig ugyanazon az oldalon toldunk, ami a koszorúnak a hátoldala lesz. Ide fogom, és a következővel átfedek. Így haladok szépen tovább. Aki szereti az ő színeit, és nem feltétlenül ez a natúrvilág az, hanem élénkebb narancsok, barnák, stb. Mondom, nyugodtan használhat akár egy narancsszínű
textilt is a bevonáshoz, ezzel még akár egy halloweeni állapot is tudtok készíteni, hiszen az is mindjárt itt van a nyakunkon, és a gyerekek nagyon szeretik. Megmondom őszintén, én nem nagyon vagyok Halloween party, nem azért, mert hogy nem a mi régi ünnepünk, hanem egész egyszerűen én, hogyha nem muszáj, akkor nem rémizgetem magam, nem nézek horrorfilmeket se például, nem is szeretem őket, de a gyerekeim nagyon szeretik, és ők az ő kedvükért valószínűleg azért valamennyit díszítünk idén mi is. Körbeértem, a maradék anyagot azért még eltekergetem itt, és ugye ide próbálom, ez már ide átérne a színére, de nem akarom, hogy átérjen a színére, ezért itt még a visszájánál levágok belőle. Ezt nem tudom, most a kommentektől hirtelen nem tudom, hogy látszik-e, de levágok belőle annyit, hogy még erre az oldalra essen a vége. És egész egyszerűen, mint amikor fásrisztok kezet, lábat, remélem, hogy minél kevesebbet fásiztatok életetekbe, vagy nem is fogtok soha, de azért, akinek már ebbe van rutinja, azt tudja, hogy szépen megfogjuk, és ide bedugjuk az anyag végét a másik alá. Ezáltal megint nem kellett ragasztót használnunk, és gyakorlatilag kész van a koszorú alapunk, aminek a színe ilyen szép, egyenletes. Itt van az, amit korábban készítettem, itt ugyan megtettem annyit, hogy leragasztottam még ragasztóval, de közben rájöttem, hogy teljesen fölösleges, mert gyakorlatilag ő magát megfogja ez az anyag, ha nem csúszós anyagot választotok. Hogyha valami csúszósabb, műszálasabb anyagot választotok, akkor azzal számolni kell, hogy esetleg csúszni fog, szétcsúszik, de hogyha pamut vagy len vászon az alap, akkor ezzel nem kell számolni, és ilyen problémák nem nagyon merülnek föl. Ami még fontos, hogyha biztos ismeritek a Pentának a textil festékeit, azoknak a felhasználási területe elsősorban a természetes textileknek a világa, tehát műszálas textileket valószínűleg nem olyan hatásfokkal, nem pont olyan színűre fogja befogni, mint ahogyan mondjuk várnánk tőle, tehát azzal is érdemes számolni, hogyha ilyesmivel festitek utána, akkor a természetes alapanyagú máshogy fog viselkedni, mint a műszálas alap, de ettől függetlenül ezek, amik így ki vannak feszítve és már nem mozognak, ezeket akár akrilfestékkel is ugyanúgy tudjátok festeni, hiszen nagyon fontos különbség az akrilfestékek és a textilfestékek között, hogy amíg az akrilfesték az egy viszonylag stabil dolog, úgy szárad meg, bár annak is van egy kis műanyagos kis rugalmassága, de úgy szárad meg, hogy a textilnek ezt a rugalmasságát, a mozgását nem tudja követni, nem tud beivódni a textil szálakba magukba, csak a szálak közé. Ezáltal, hogyha akrilla festetek textilt, és nem hígítjátok a festéket, tehát nem tud egy minimális szinten beivódni a szálakba, egyébként műszálasba nem tud beivódni az akril se, akkor előfordulhat az, hogy ahogy mozog a textil, kiesik ez a festék, és így lepotyognak ezek a darabok. De hogyha ilyen stabilan van megoldva, akkor nincs ez a veszély. A textil festék pedig beivódik a szálak közé. Tehát nagyjából úgy kell elképzelni, mint a tintasugaras nyomtató a transferálásnál, meg a lézernyomtató, hogy amíg a tintasugaras nyomtatóból a nyomtatáshoz a tinta beivódik a papírba, addig a lézeres az csak ráéget egy réteget a papír tetejére, és ezt tudjuk utána levenni róla, ezért nagyon fontos, hogy megválasszuk, hogy milyen nyomtatóval nyomtatunk. Így van, jó társaságban repül az idő, ezt tanúsíthatom. Minden egyes alkalommal sokkot kapok, most is már elment fél óra, de elkészült az alapunk. Ahogy mondtam, ezt az alapot egyébként van annyira strapabíró és van annyira stabil, a súlya az elenyésző, hogy akár nagyobb méretben is elkészíthetitek, tehát egy rendes, komoly karácsonyi kopogtató is elkészülhet akár belőle. Ahogy mondtam, lehet úgy is, hogy telibe van a közepe, hogyha a közepe telibe van, akkor nem ilyen textiles bevonást javasolok hozzá, hanem egész egyszerűen fogtok papírtörlőt vagy szalvétát, és az összeragasztott kartonnak az élénél kezdve az éleket szépen dekupás ragasztóval vagy hígított ragasztóval bekenitek, és áthajtogatjátok rajta a szalvétát vagy a papírt, ezáltal ugyanígy össze tudjátok tartani, és akkor az egészet utána érdemes bevonni egy réteg ilyen papír bevonattal, mint ahogyan a makkos
videóban is mutattam, hogy a hungarocellát is érdemes egy vékony rétegben bedekupázsolni a papírral, hogyha festeni vagy bármit dolgozni szeretnénk rá, és akkor arra már oda tud tapadni, hiszen az egy olyan porózus bevonat, ami jó alap és jó kötő réteg ahhoz, hogy a következő anyagok, festékek, stb. Azok biztosan rögzülni tudjanak hozzá, nem tudom, van-e ilyen szó, de most van. Nagyon örülök, hogyha hasznos tanácsot kaptatok, igazából ez a cél, tehát nem különösebben arra mennék rá, meg egyébként is az a tapasztalatom, hogy nem feltétlenül az a jó segítség, vagy ez a segítség, hogyha minél bonyolultabb, minél összetettebb feladatokat tudunk megoldani. Nyilván ez egy haladó szint, és ahhoz el kell jutni oda. Tehát kell egy olyan bázis, kell egy olyan alap, amire utána építhetünk. És hogyha megértjük, hogy a különböző anyagok hogyan működnek, és miért úgy használjuk őket, ahogy egyébként használjuk, akkor láthatjátok, hogy gyakorlatilag már tudni fogjátok, hogy mit kell kézbe venni, hogyha a különböző megoldandó problémák felmerülnek, meg különböző anyagok a kezünkbe kerülnek, amiket utána szeretnénk tovább használni. Jó, kérdés nincsen, haladunk tovább. Hogyan érdemes díszíteni egy ilyen lapos koszorút? Szeretném megkérdezni tőletek, ti hogyan díszítenétek? Teljesen telibe is lehet akár, vagy elindultok egy pontról, és akkor mondjuk a tetejétől a feléig, vagy inkább az alját díszítitek. Melyik az az elrendezés, ami nektek a legnagyobb kedvenc? Melyik az, amelyikre azt mondjátok, hogy jó, erre így ránézésre én ezt így gyönyörűnek látom, egyensúlyban van, ugyanis nagyon fontos, hogy rengeteg kompozíciót látok tőletek, és néha nem érzem azt, hogy egyensúlyban lenne az az adott koszorú, vagy elrendezés, vagy kompozíció, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha egy ilyet kitaláltok, akkor meglegyen az, igaz, körbe díszítve, meglegyen az az elv, aminek a mentén díszíteni szeretnétek. Hogyha egy őszi kopogtató a cél, akkor érdemes előre kitalálni, hogy én ezt a telibe díszítést választva termésekkel szeretnék dolgozni. Az lenne a jó, hogyha nem szeretnétek mindig mindenben mindent belerakni, hanem lenne egy határ. Ez a tervezésnek különben egy nagyon nagy rák fenéje, és nagyon nehéz megállni a mai napig is, hogy én is egy ponton túl már ne díszítsem tovább, ne foglalkozzak tovább vele, mert az se jó, hogyha túl sok minden van rátéve. Nem kell mindennek rákerülnie egy dekorra, nyugodtan díszíthettek belőle 2-3-at. Én azt gondolom és azt vallom, de természetesen ez csak az én saját véleményem, hogy a kevesebb, néha több. Hogyha kiválasztotok egy elvet, ami alapján díszítetek, például most legyen a természetesség vagy az újrahasznosítás, akkor célszerű ennek a mentén haladni tovább. Néha ez a kettő egyébként nincsen átfedésben, tehát én nagyon sokszor használok a koszorúimhoz ilyen különböző műnövényeket. Ezeknek a növényeknek vannak leveleik, csak annyira gagyik, annyira műk, hogy ezeket nem mindig szoktam felhasználni. Most ez így néz ki szerintem, egyébként meg se tudom határozni. Talán a szőlőlevélhez hasonlít a legjobban, de ez se biztos. Majd vannak ilyen nagyon műanyag, ilyen kis zöld izék. Az élethű zöldeknek az ára az az egekben van. Megmondom őszintén, hogy dekoratőrként nagyon szeretem őket használni, mert egy örök életű holmit kapok. Mindjárt visszatérünk a telibe díszít, vagy a telibe, mivel fedem az alapot? Nem biztos, hogy el kell fedni az alapot egyébként. Most Erikának a kérdés az itt szöget ütött a fejembe, hogyha olyan alapot készítetek, aminek van egy szép struktúrája, hogyha szeretitek az ilyen natúranyagokat, akkor abszolút kilátszódhat szerintem. Én nekem tetszik így. De hogyha szeretnétek szebb megoldásokat, például Anikónál, Annie's Design oldalán vannak olyan lapos koszorú alapok, amiket ő talált ki úgy, hogy ő pólófonallal, összefont pólófonalat, és azzal szépen bevont. Ennek a bevonásnak is van egy technikája, hogy gyönyörű, egyenletes legyen az eredmény. Nyugodtan nézzétek meg, és érdemes nála egyébként is nézelődni, hiszen szerintem egyébként, aki itt van, azoknak a nagy része úgy is tudja, hogy Anikó valami fantasztikus, hogy miket tud kitalálni és összerakni. Érdemes nála is nézelődni, de nagyon
mondom, nagyon szabad kezetek van abban, hogy mivel vonjátok be ezt az alapot, és utána nem feltétlenül kellem ezt eltakarni. Én megmondom őszintén, nem is terveztem, hogy úgy telibe díszítem, hogy ne látszódjon ki. Remélem, hogy jól értettem egyébként a kérdést, ha nem telibe díszítem, mivel fedem el, de gyakorlatilag amivel szeretnéd, azzal feded el, ha el akarod fedni. Ha nem muszáj, akkor nem feltétlenül kell egyébként telibe díszíteni, akár az anyagok miatt sem, hiszen rengeteg-rengeteg anyagot fölvesz egy ekkora koszorú, és nem, hogy még egy nagyobb, de hát ezt nyilván aki csinálja, az úgy is tudja. Tehát visszatérve, ahonnan elindultunk, hogyha van egy elv, ami alapján díszíteni szeretnétek, akkor is célszerű ennek az elvnek a végén, vagy ez alapján, az elv alapján haladni végig. Én nálam most ez az újrahasznosítás, és az újrahasznosításhoz képest a természetesség egy kicsit háttérbe szorul, hiszen nagyon sok olyan ilyen kis műanyag izém, levélkém, vigyókám maradt meg, amiket nem használtam föl, hiszen az élethű zöldek, ahogy elkezdtem mondani, nagyon-nagyon magas árban vannak. Gyakorlatilag már drágább egy élethű műzöld, mint egy élő zöld. Nyilván, hogy örök életű, tehát ezek már nem szívja ki őket a nap, nem mennek tönkre olyan könnyen. Viszont ezek sokkal olcsóbbak, és ezekkel nagyon jól tudunk ugyanúgy dolgozni. Tekinthetjük őket ugyanúgy olyan alapanyagnak, mint hogyha hungarocellból lenne, de hogyha nagyon, ha nincs ilyen otthon, azért ne vegyetek, hogy legyen otthon, akkor egész egyszerűen kivágtok kartonból ilyen levélformákat, és ugyanúgy van egy díszíthető alapotok, és ugyanúgy meg lehet drótozni a kis leveleket is, sőt, van egy úgynevezett szárszalag, amivel a drótot be lehet vonni, és egy ilyen kicsit ragasztós felület, amit utána festeni is lehet akár, vagy bármilyen más felületkezeléssel ellátni. Hogy miért tértem ki erre? Már is mutatom. Nekem vannak ugye ezek a kis gagyi leveleim, és szerettem volna olyasmit készíteni, ami ezekhez a makkokhoz illik. És hát nyilván mi illik igazán az őszhöz? Számomra ehhez az időszakhoz passzol legjobban a rozsda. Hogy hogyan lehet igazi rozsdát csinálni, ami nem festés, hanem echte igazi rozsda, arra való a Pentának ez a rozsda szettje, ez nem festék. Ahogy azt írja, hogy van benne a szett tartalma 180 g, hogy is van, por rozsda hatáshoz, és 3x20 ml effekt reagens rozsda hatáshoz. Tehát a szettünknek a tartalma az egy ilyen kis dobozka, hát a vaspor, és három ilyen kis tubus reagens. Ezek összességében a valódi rozsdát fognak produkálni, tehát ez nem egy olyan hatás, amit mondjuk 3D porral, festékekkel el lehet érni, és akkor vagy jól sikerül, vagy nem, hanem ez gyakorlatilag autentikus rozsda. A felhordás minőségétől függ az, hogy mennyire fog ez utána potyogni, vagy mennyire lesz tartós, és ez a koszorú alap, most ránéztem hirtelen, és kizökkentem, ez a koszorú alap, ez olyan, ott hülyeséget nem akarok mondani, de körülbelül 30 centi, 30-35 centi lehet így. Érdemes megnézni az ajtótokat, hogyha a saját bejárati ajtótokra tervezitek, akkor érdemes megvenni, hogy milyen széles, hogy arányos legyen rá a dekoráció. Szerintem az átlagos bejárati ajtókra az ilyen 35-40 centi az, ami ideális, annál nagyobb lehet, hogy túl nagy, de hát nyilván, hogyha egy széles bejárati ajtó, aminek esetleg még vannak oldalt üvegezett része vagy betét, akkor abszolút elbírja a nagyobbat is, vagy hogyha a falra szálljátok, akkor meg teljesen mindegy. Ezzel abszolút nincsen utána semmiféle probléma. Nos, visszatérve erre a rozsdázós történetre, én ilyen kis, hát ezt sejemvirágnak hívják, de a sejemhez semmi között, ez abszolút egy ilyen műszálas textil ugyanúgy. Egész egyszerűen lefestettem, és bevontam rozsdával. És így kaptam ilyen nagyon szép, nem tudom, hogy mutassam, rozsdás leveleket. És ha megfordítom, akkor látszik, hogy ez tényleg echte rozsda, abszolút hozza színében, struktúrájában, és mégis egy ilyen műanyag alapon van. Hogyha ezt én így hajtogatom, akkor nem hullik le róla a rozsda, abszolút, mert a ragasztóba bele van, vagy ragasztóba, a festékbe van beleszórva ez a vaspor, de mindjárt
megmutatom, hogy hogyan készült. Egy picit elpakolok innen, hogy ne legyen minden olyan. És hát nem mondom őszintén, nem készítettem ide, de jó lenne, hogyha mondjuk lenne otthon sütőpapír, azt tennétek oda, arra nem tapad rá semmi, és azzal könnyebb dolgozni, de most egy ilyen papírtörlő lesz az alapom. Megfogom ezeket a leveleket, kicsit szétszedem, mert ezek a műanyag izék, amik vannak benne, hogy tartsák, merevítsék, stb. Azokra semmi szükség, csak megnehezítik a munkánkat. Így már ki tud terülni. Az ecsetemmel, amit kimostam az előző munkám után alaposan, és kivettem a vízből, nem hagytam ott, amit én nem szoktam megtenni. De ha kimostátok, akkor utána mindenképpen szivassátok le a papírtörlővel, mert a vizes fest, vagy a vizes ecsettel nem nyúlunk utána bele a festékbe, egész egyszerűen azért nem, mert az esetek nagyon nagy százalékában még a kis kiszerelésű festékeket sem használjuk el egyszerre. Ezek higiénikusan vannak csomagolva, pont azért, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy bepenészednek, és alapvetően, hogyha nem éri őket víz, szüretlen víz, akkor nem tud ilyen probléma történni. Hogyha gyárilag úgy nyitjátok ki, hogy penészes, akkor az valami gyártási hiba, tehát akkor jelezni kell a Pentacolornak, de ilyen nem szokott történni. Hogyha bepenészedik egy festék, akkor általában arról mi tehetünk, mégpedig úgy, hogy akár a csapvizes ecsetünkkel belenyúlunk, hiszen abban a csapvízben is bármilyen olyan organizmus lehet, ami utána később ott el tud szépen bent szaporodni. Tehát, hogyha mindenképpen higítani szeretnétek egy festéket, mert mondjuk kiszedtétek belőle a belső fóliát, ami azért van benne, hogy ne szedjétek ki, és sose szedjétek ki, azzal is nehezebben szárad ki a festék. Tehát, ha már egy kicsit besűrűsödött, és higítani szeretnétek, akkor csak és kizárólag a desztillált vizet ajánlom hozzá, abban biztos, hogy nem lesz olyan mikróba, vagy gomba, vagy bármi, ami utána el tud szaporodni, és tönkre tudja tenni az anyagunkat, hiszen ezek sem olcsók, sőt. Tehát, hogyan készítem el ezt a rozsdás levelet a dekorációmhoz? Fogom a kis ecsetemet, ahogy van, szárazon belenyúlok a festékbe, nem higítom, hiszen nem az a célom, hogy minél hígabb legyen. Egész egyszerűen így megfogom, és belülről kifele, viszonylag vastagon, tehát ne spóroljatok vele túlságosan. Amúgy is ez is egy olyan tapasztalat, ami, hát általában ezt tapasztalom, hogy fő probléma az, hogy nem mertek elég anyagot tenni az ecsetekre. Én hiszem azt, hogy ennek az az oka, hogy spórolni szeretnétek vele, nem akarjátok, hogy kárba vesszen, de hogyha az ecseten nincsen megfelelő mennyiségű anyag, akkor nem tudjátok olyan szépen eldolgozni, ahogy utána egyenletesen meg tudjon száradni. Hogyha húztok egy csíkot, és az már megszárad, mire mellé húznátok a másikat, akkor lesz ott mindig egy ilyen kis szintkülönbség, és nem tudjátok összedolgozni. Sokkal egyszerűbb, hogyha kivesztek egy rendes mennyiségű festéket, és utána azt csak el kell teríteni, és el kell dolgozni. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek oda, hogy ha festékbe beteszitek az ecsetet, mondjuk a felénél tovább egyrészt ne tegyétek bele, mert az ecsetnek a tövébe felkerülő festék utána oda szárad, az képtelenség innen kimosni, és akkor itt szét fog állni az ecset, és ennek ez az oka, hogy a szálak tövéhez oda beszáradt a festék. De még egyszer mondom, hogy nagyon figyeljetek oda az anyagaitokra. Ha nem muszáj, akkor ne igítsátok egyáltalán, ha nagyon muszáj, akkor pedig a desztillált vizet ajánlom, pontosan azért, hogy megóvjuk ezt a fajta higiéniát. Most, amíg én beszéltem, addig már egy kicsit be is szívta és meg is száradt, tehát lehet, hogy ráteszek még egy réteg festéket. Ugyanis nem fogok ragasztót használni, ezt a lépést is kihagyom. Egész egyszerűen így, ahogy bekentem a levelet, semmi gond, szétszedjük. Bekentem a levelemet, azért viszonylag egyenletesen, ebbe a festékbe fogom, és az ecset már mehet is be a vízbe, ebbe a festékbe fogom beleszórni ezt a vasport. És ezáltal, hogy a festékbe szórom bele, spóroltam annyit, hogy ne kelljen egy külön ragasztó ez is. Egyébként, hogyha biztosra akartok menni, akkor az öntapadóra száradó ragasztót ajánlom a vaspor alá, de akkor is mindenképpen fessetek alá, ugyanúgy, mint ahogy a bársonypornak, fessetek alá földbarnával, iszapszürkével, tehát valami olyasmi árnyalattal, ami hasonlít ez a rozsdás színhez, hogy ne üssön át alóla túlságosan, vagy egyáltalán bármilyen szinten, ez az élénk zöld,
ami ennek a levélnek amúgy a színe. Így, hogy rátettem a vasport, elvileg mindenhova, most úgy nézem, hogy még ahol fényes, ott még nyugodtan, akár tehettek rá vastagabbat is, vastagabban is szórhatjátok rá, vagy hát bővebben, és akkor utána egy kicsit így az ujjammal belenyomkodom a festékbe ezt a vasporos történetet. Így gyakorlatilag komoly súlya lesz a levelünknek, de mutatom, hogy így néz ki. Remélem, hogy látszik. Ez most ilyen vasporra bevont elvileg selyemviráglevél. Azért tegyetek a vasporozáskor mindig egy papírt alá, mert így egész egyszerűen a maradékot föl tudjátok venni, és akkor így vissza tudjátok szórni. Ezt a bársonyporozásnál is szoktam mindig mondani, hogy tegyetek alá valami olyat, amit utána így össze tudtok félbehajtani, és a felesleges anyagot vissza tudjátok venni. És vissza tudjátok tenni a tégelybe, ezáltal is spórolva. Ez egyébként egy végtelenül jó anyag, én nagyon szeretem. Kicsit régen vettem elő, de most már úgy voltam vele, hogy ha máskor nem, akkor... Vagyis hát mikor máskor, ha nem ősszel. Gyorsan ránézve a kommentekre közben nem látok kérdést. Minden világos, minden tiszta? Hogy oldod meg, ha csak a fele van? Jó. Lehet, hogy a díszítésben most úgy nem nagyon mennék bele. Elkezdem, természetesen elkezdjük, meg fogjuk kezdeni, de nem fogok végig haladni vele, hiszen egyrészt ugye 45 perc lenne a hivatalos technika óra, másrészt meg el kell mennem 3 órakor a gyerekemért, tehát sietni kell, és egy kicsit szét vagyok a koncentrációt illetően. Nos, megvannak a kis reagensek. A reagensek 3 különböző színt tudnak produkálni. Van egy olyan, ami ilyen sárgás-piros, van egy olyan, ami barna, és van egy olyan, ami sárga. Én mind a 3-at szoktam használni, van olyan, akinek megvan a kedvenc hatása, ezt ki tudjátok kísérletezni szépen, hogy melyik az, amelyik számotokra a kedvenc. Ezeknek a kis micsodáknak a tetejét ki kell szúrni, de én igazából leszoktam vágni, és utána nagyon alaposan mindig vissza kell rá tenni a kupakot. Az én kedvencem, megmondom őszintén, az a sárga, hiszen ezzel a barnával egy ilyen zöldes folyadékot rácsöpögtetek. Ez az, ami így szinte azonnal olyan hatás, mintha már rozsdás lenne, és egész egyszerűen mindenféle szabálytalan módon, mintában, csak fogom ezeket a reagenseket, és rácsöpögtetem erre a levélkére. Azért ezzel kezdtem, hogy láthatok, vagy láthassátok, hogy itt már is beindult, nem tudom, hogy mennyire látszik. Látszik azért? Beindult ez a rozsdás reakció. És nagyon érdekes, hogy így fogom, nyilván ez is valamilyen kémiai hűhatás, fogom egész meleg alatt a papírtörlő. Arra figyeljetek, hogy a papírtörlő alatt is legyen valami, mert hogyha ez a rozsdás lé átfolyik, tehát jobb egy műanyag, egy ilyen, igazság szerint nekem az asztalon volt egy ilyen műanyag terítő, csak levettem, nem is tudom, hogy miért. Hogyha ilyesmi anyagokat használtok, akkor mindig ilyen legyen alatta műanyag alátét, mert ez a rozsdás trutyi, ha lefolyik, akkor ez tényleg igazi rozsda, és nincs olyan szer, ami nyom nélkül kiszedje a textilekből. Így most mind a 3 reagenst teljesen szabálytalanul rácsöpögtettem. Ha szeretnétek szabályosabb hatást, bár szerintem a rozsdának pont a szabálytalansága az, ami miatt szeretjük, meg a gyakorlatilag kiszámíthatatlansága. Vannak olyan alapanyagok, amiknek én magam sem tudom pontosan megtervezni, hogy milyen lesz a végső eredménye. Ez a rozsdás történet, ez pontosan ugyanilyen. A vasport megtámadják ezek a reagensek, gyakorlatilag a festékbe ragadt vasport oxidálják, nyilván a rozsda az egyfajta oxidáció, és igazi rozsda hatás jön ezáltal létre, tehát ez nem egy fék, nem egy ilyen hamis
áll festett, mintha hatás, hanem ez igazi rozsda. Ennek megfelelően hát a valódi hatás létrejöttéhez, nem is tudom, hogy nem van a tájékoztató, nem tudom, hogy mennyit ír gyárilag. Van egy ilyen szép kis papír hozzá. Nem feltétlen írja, mindegy. A lényeg az, hogy gyakorlatilag még napok múlva is változni fog a felület, tehát elkezdődik ugyan a folyamat, mint ahogy ennél a levélnél is. Ezek már megszáradtak, és mutatom, így. Ezek már megszáradtak, ezek a levelek, a hátoldaluk is átfolyt rázarosdás sztori, és látszik, hogy milyen. De ezeknek a felülete is még változni fog, még napról napra másmilyen árnyalatok fognak előkerülni, és most ezzel sincsen más tennivalónk, hogyha így lefestettük, mint hogy félretegyük, lehetőleg száraz helyre, ahol hamarabb tud száradni, és jobban tud dolgozni ez a kis vegyszerünk. Egyébként annyit gondolkodtam ezen, hogyha annó itt tanították volna a kémiát ezekkel a hobbi vegyszerekkel, hát rajongtam volna érte, nem tudom, biztos ti is így vagytok vele egyébként, hogy sokkal-sokkal jobban érdekel a kémia, amióta ezekkel a vegyszerekkel foglalkozom és dolgozom, mint ahogyan tanultam ezt mondjuk a gimnáziumban is, akár az általánosról meg ne is beszéljünk, mert pont nem érdekelt, hogy mit mond a kémia tanár. Úgyhogy itt a kis alapunk, és a díszítést nézzük meg. Mint ahogy azt mondtam, hogy én ezt a két makot szeretném a kis dekorációm középpontjává tenni, ezt szeretném először elhelyezni. Meg lehet csinálni azt, hogy kötünk rá zsinort mind a kettőre, és akkor mint egy ilyen lógó akármicsoda, így belógatjuk a közepére, de megmondom őszintén, hogy én ezt azért nem szeretem, mert minden egyes ajtócsukódásnál, hogyha ezt ajtóra tesszük, akkor az ott kopácsol, meg veri az ajtót, meg lekopik, meg mit tudom én, tehát én sokkal jobban szeretem az olyan stabil koncepciókat, amikor nem lifeg, lebeg semmi le a koszorúról, mert egész egyszerűen engem zavar, de mondom, ez megint az én hülyeségem, az én beragadt elképzelésem, ezért, hogyha valaki szeretné így belógatni, nyugodtan megteti, ha falra akasztjátok, egyébként senkit nem fog zavarni a világon, lehet, hogy az ajtón se, csak én vagyok erre ilyen háklis, úgyhogy én azt találtam ki, hogy vettem egy ilyen fa alakú MDF lapot, és ezt lefestettem lazac színű matt akrillal, és ezt egész egyszerűen ide ragasztom a kis alapom közepére, és ezt fogom körbe díszíteni, utána pedig feliratozni fogom a kis faházikómat. Erre most biztos, hogy nem fog idő jutni, hogy én ezt feliratozzam. A ragasztást pedig ebben az esetben, hogy a legegyszerűbb legyen és a leggyorsabb, ragasztópisztolyjal fogom megcsinálni, vagyis azzal csinálnám, hogyha bedugtam volna, hogy nem dugtam be, sőt, biztos, hogy nem dugtam be, mindegy, akkor fölragasztjuk ezzel az express ragasztóval, ugyanúgy föl fog ragadni, hogyha nem sajnáljátok. Csak egy kicsit tovább tart, de hát igazából mozgatni úgyse fogom. Tehát én ezt a koncepciót találtam ki, hogy én szeretnék egy ilyen házikót rakni a közepére, ez egy sima MDF alap, de ugyanúgy karton papírból is meg lehet csinálni egy ilyen házikó alapot, semmi gondot nem jelent a világon. Én ezt a színt választottam, mert ezért a színél mostanában meg vagyok veszve, meg ez egy kicsit ilyen ősziesebb, de ezt is lehet akár fehérre, bármilyenre készíteni, nem jelent gondot a világon, semmi gondot nem jelent. Azért választottam egy ilyen vastagabb dolgot középre, mert hiszen komoly méretbeli különbség van itt a két makkom között, és ezt úgy tudom egészen jól kiküszöbölni, hogyha az egyik makkot ide rakom oldalra le a házikó mellé, a másik makkot pedig ide fölteszem a házikóra, és akkor így már gyakorlatilag nagyjából egy magasságban lesznek. Most viszont be kellene kapcsolnom ehhez a ragasztópisztolyt, mert anélkül nem tudok tovább haladni, úgyhogy ha egy pillanatra megbocsátotok, akkor kicsit én itt földöntöm a dolgokat. Én is a ragasztópisztolyt megfogom. Tudnám, hogy melyik a dugója.
Unokához menni. Oké, bedugva. Kis közjáték után itt is vagyok. Bocsássátok meg. Tehát bedugtam a ragasztópisztolyt, és akkor ezzel gyorsan azért egy kicsit megragaszgatjuk, meg kicsit elkezdjük a dekort, hogy értsétek, hogy én miről próbáltam beszélni. Mindenképpen szeretném felhasználni ezeket a rozsdás leveleket, és van itt néhány ilyen élethűnek tűnő, vagyis hát itt néhány ilyen szebb őszies színű zöld, ezeket is mindenképpen használni fogom hozzá. A végeredményt pedig nyilván ugyanúgy, ahogy a makkoknál is, be fogom rakni majd a videó alá, tehát most nem fogjuk tudni teljesen befejezni, de mindenképpen meg fogom mutatni a végeredményt. Amíg bemelegszik a ragasztópisztolyom, addig megnézem a kis kérdéseket, mert most, hogy ide rá pillantottam, azért láttam, hogy érkezett néhány. Igen, ezen túl vagyunk, mennyi kell a reagensből. Az a lényeg a reagens csöpögtetésénél, hogy gyakorlatilag az összes fölrakott vaspor az átázzon valamelyik fajta reagenssel, tehát hogyha rácsöppentetek az egyik fajtával, látni fogjátok, hogy meddig fut szét. Gyakorlatilag ez a vaspor felszívja ezeket a reagenseket, és ezek a reagensek szívják föl, vagyis ez a vaspor szívja föl ezeket a reagenseket, össze fog úszni, gyakorlatilag úgy működik, mint hogyha vízfestéket használnánk. Ezek egymásba fognak úszni, és ez fog egy ilyen nagyon sokszínű átmenetes felületet adni nekünk. Tehát az a lényeg, annyit kell csak csöpögtetni belőle, hogy teljesen mindenhol nedves legyen a vaspor ezekkel a reagensekkel. Tök mindegy, hogy mennyiből, vagy melyikből mennyi van rajta, mindenhol érje a reagens, hiszen, hogyha nem éri, akkor ott nem fog oxidálódni. Ez az, ami beindítja az egész folyamatot, hiszen ezért hívjuk úgy, hogy reagens. Milyen ragasztópisztolyt használok? Hát gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyet használtok. Nekem most egy Bosch ragasztópisztolyom van, de arra célszerű figyelni, hogy azért nem feltétlenül a legolcsóbb, a legjobb, főleg, hogyha folyamatosan használatban van, akkor jobb beruházni egy komolyabb darabra. Vannak ezek az ismert barkács márkák, amikre lehet alapozni, amikre lehet számítani. Ezek jól működnek. Arra is érdemes figyelni, hogy milyen csőrt szeretnétek rá, hogy keskeny csőrűt, vagy ezt a hagyományos. Nekem ilyen nagyon keskeny csőrű van, de ezzel sokkal precízebben lehet a ragasztót adagolni, azzal nincsen probléma. A makkokat milyen színű festékkel kentem le? Ez, hogy is volt? Igen. Vörös-barna ez a része. Egy ilyen vörös-barna szín. Megvan egy kicsit keverve az iszap szürkével. Az iszap szürke pedig ez a felső része. Mindenképpen fontos még ehhez a hatáshoz az, hogy én ezt az egészet miután megszáradt, fehér viasszal átkentem. És ugye a fehér viasznak van egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy effekt hatása, egy ilyen whitewashed hatása, ennek a fehérre bemosott lenne a magyar megfelelője, csak hát nem tudom, hogy ezt így mennyire használjuk. A whitewashed az egy ilyen ismert kifejezés. Én ezzel bekentem, és az adott neki egy ilyen egységes, hát mintha egy ilyen filter lenne rajta, egy ilyen szűrő, adott neki egy egységes kinézetet, a kicsire ugyanúgy ez került föl. Ez nagyjából azért összehozza a különböző árnyalatokat, ez egy jó módszer erre. Viszont ez néhol helyenként, hogyha még nem száradt meg eléggé, ott fölszedi ezeket az akrilokat. Mondjuk én nekem így hatásában tetszik, de hogyha megnézitek, akkor azért látszik, hogy egy ilyen kopottas eredmény lett belőle. Mivel fehér van alatta, ezért a fehér látszik ki. A fehérrel szerintem egyébként ez így jól néz ki, hogyha ez egy sötét alap lenne, akkor a sötét látszódna ki, de hát akkor is ugyanúgy egy ilyen kopottas hatás az eredmény. Megnézzük, hogy hogy állunk. Közben hullik ám minden. Persze, mert miért ne? Nyomok ki egy kicsit. Jó, a házikunk az már megragadt. Én ezekkel a központi elemekkel kezdem, teszek ragasztót a makkomra, arra a részére, ami valószínűleg érintkezni fog az alappal. Ez fontos, hogy nem kell nagyon máshol beragasztózni.
de ott be kell, ahol érintkezni fog az alappal, és egész egyszerűen ide illesztem, és itt tartom egy pár percig. Nagyon fontos, hogy a ragasztópisztolyoknál, és ezt nem mindenki veszi figyelembe, kétfajta ragasztópisztoly van. Van egy, amihez nem kell olyan nagyon magas hőfokra hevíteni a ragasztórudat, és van egy olyan, ami magas hőfokon dolgozik. Ezt érdemes figyelembe venni, ugyanis, hogyha olyan ragasztópisztolyt vesztek, ami magas hőfokon dolgozik, de olyan ragasztórúd kerül bele, ami alacsony hőfokhoz való ragasztórúd, akkor ez folyamatosan olvadni fog és csöpögni fog, hiszen az üzemi hőmérséklete a magas hőmérsékletű ragasztópisztolynak egész egyszerűen folyamatosan olvasztja azt a ragasztórudat, hiába nem nyomjátok bele, hiába nem nyomjátok a ravasszal kifele belőle, olyan hőfokon dolgozik a gép, hogy folyamatosan olvad, és ezért csurog belőle orrán száján a ragasztórúd, tehát erre nagyon oda érdemes odafigyelni, hogy alacsony hőfokú vagy magas hőfokú a pisztoly, és alacsony vagy magas hőfokú a ragasztó betét is, ami benne van. A makok elkészítéséhez a múltkori technikaórát tudom ajánlani, ahol elkészítettük. A festését csináltam csak meg utólag otthon, de hát az meg aztán abszolút semmi extra, csak az említett színekkel, a vörös és barnával, meg az iszap szürkével, de egyébként a földbarna is nagy kedvencem, átfestettem. A makkok elkészítéséhez hungarocell tojás alapot használtam, és levegőre száradó gyurmát, de ehhez van egy külön technika óra, ezért ebben most nem mennék bele, ezt majd belinkelem oda a komment alá, vagy az egész üzenet folyam alá, és akkor meg tudjátok nézni. A leveleket le kell lakkozni, hogy ne peregjen le róla. Hát attól függ, én nem lakkoznám le, megmondom őszintén, azért nem, mert ennek pont az a lényeg ennek az anyagnak, hogy érje az oxigén, hogyha lelakkozom, akkor megállítom a folyamatot, és nem fog tovább rozsdásodni. Nyilván, ha így leejtem, látjátok is, hogy azért valamennyire pereg róla, és hogyha nagyon macerálnám és mozgatnám, lehet, hogy lejönne a nagy része, de nekem ez a hatás, ez így tetszik, ahogy van. Ez egy ilyen foltos, pont olyan, ahogy egy őszi levél elkezd bebarnulni. A rozsdától soha ne várjatok egységes hatást, mert nem lesz. Ennek egész egyszerűen nem sajátja ennek a technikának, vagy ennek az anyagnak ez a dolog. Innentől kezdve én nem lakkoznám le, mert hogyha fölragasztom a kis dekoromba, onnan már úgyse piszkálom. Hogyha nincs mozgatva, ha nincsen hajtogatva a textil, akkor nem fog leperegni. Nyilván, hogyha folyamatosan mozgatva van, mondjuk egy párnahúzatot nem lehet berozsdázni, mert arról le fog peregni, vagy valami olyasmiről, vagy asztalterítőt se érdemes, mert nem is fogjátok tudni kimosni. Olyasmire tegyetek föl rozsdát, ami utána már nem mozdul. Hiába a textil az alap. Ezt érdemes nagyon szem előtt tartani. Hogyha pedig használni szeretnétek, gyakorlatilag este használati tárgyra tennétek föl rozsdahatást, akkor viszont csak olyan alapokra használhatjátok, szerintem, amik stabilak, tehát fára, műanyagra, fémre, üvegre, onnantól bármire, hogyha az kézbe lesz véve, odébb lesz rakva, néha, stb. De hogy egy koszorul levő levélhez nem fogtok hozzányúlni, tehát annál gyakorlatilag tök mindegy, hogy mivel festitek, vagy hogyan kezelitek le, annak már nem lesz ilyen gondja. Na, ez a kis makkom ide szárad közben, és akkor a picit azt ide teszem mellé, ez félig rá fog lógni ide a házikóra, és úgy próbálom ide illeszteni, hogy egy kicsit összeérjenek, és a ragasztó pisztolyát teszek a kettő közé is, egy nagyon pici ragasztót, nem számít, ennél már nem esik lejjebb, majd fölveszem. Tehát odaillesztettem az alaphoz a pici makkot, odaillesztettem a másik alaphoz a nagy makkot, és a kettőt is egymáshoz. Ezáltal a ragasztó pisztoly az nagyon jól és stabilan meg fogja fogni. Hogyha nagyon biztosra akartok menni, akkor így az egésznek az aljára még nyomtok be egy kicsit. Ezt úgyis el fogjuk takarni majd, de ez így abszolút fixen meg fogja tartani az egészet. Ez lesz az egész ajtónak, vagy disznek, vagy kopogtatónak az alapja, hogy van egy ilyen házikom, amin lesz egy felirat, és a két kis makkom ez itt van. Innentől kezdve én nem gondoltam, hogy telibe fogom díszíteni, úgy fog kinézni, hogy itt fogok futtatni egy kis zöldekort, és itt fogok futtatni egy kis zöldekort. Meglátjuk, hogyha fölakasztom, akkor mennyire dől, de egyébként úgy látom, hogy nem dől. Alapvetően
hogyha elkészítettetek egy ilyen kopogtatót, mindenképpen érdemes kipróbálni, hogy fölakasztáskor kidől-e valamelyik irányba, van-e túlságosan sok súly az egyik oldalon, mert akkor egész egyszerűen a fizika törvényei szerint a súlypontja indul el lefele, tehát hogyha én ide fölülre teszek jó sok súlyt, akkor így ki fogja tolni oldalra, és hát nyilván ezt nem szeretnénk. Úgyhogy érdemes néha próbálgatni, és hogyha valamelyik oldalra túl sok súly van fölrakva, akkor a másik oldalt ezt célszerű kiegyenlíteni, és akkor nem lesz ebből gond. Hogy milyen zöldeket használok, ez ilyen műanyag dekornövényke, gyakorlatilag minden weboldalon lehet hasonlót kapni, beírjátok a Google-ba, hogy műnövény, és mindenfélét ki fog adni. Nem szeretnék elsősorban a ház elé díszíteni vele, mert ugye az lenne a lényeg, hogy a kis házi kómon majd legyen egy felirat, amihez még hozzá szeretnék férni, és oda szeretnék majd tenni mindenféle kis apróságot is köré. Na most csak így ide illeszgetek nektek néhány ilyen zöldet, és a végeredményt pedig úgy is mutatni fogom majd. Vannak mindenfélék, ezeknél is nyugodtan meg lehet csinálni azt, ha nem tetszik, hogy átalakítjuk, bevonjuk bársonyporral, átfestjük, abszolút tűrik és viselik, tehát semmit az égvilágon nem kell emiatt aggódni. Ide lehet próbálni masnikat is, most ez úgy nézem, hogy nem fog oda passzolni, de nyugodtan, rátok van bízva, alulra növényke, felülre növényke, ezek csípőfogóval szépen föl lehet őket darabolni. Ezek egyébként ilyen csokros történetek, tehát még ajánlom is, hogy daraboljátok. Ez sokkal egyszerűbb úgy. Nyilván ez nincs még így rögzítve, és lehet, hogy nem is így fog kinézni, de összességében egy ilyen kis kopogtató lesz belőle. A háznak, már hullik is le, a háznak a színével variálhattok, a zöldekkel variálhattok, a makokkal variálhattok. Abszolút rátok van bízva, hogy mit, hogyan tesztek egymás mellé. Szerintem vannak bizonyos elvek, amiket célszerű követni, ezeket így érintőlegesen azért elmondtam, de abszolút rátok van bízva innentől kezdve. Nyilván a szabályok azért vannak, hogy legyen mit áthágni, az alkotás az pedig pont egy olyan terület, ahol szerintem abszolút nincsen semmi kőbe vésve, nyilván amíg az életünket nem veszélyezteti. Fel fogom rakni az oldalra, ha teljesen elkészül, persze semmi gond nem lesz. Ezzel nem fogtok lemaradni semmiről. A feliratot pedig úgy teszem rá, hogy megszerkeztem, van egy oldal, a dafont.com, ahol ingyenesen letölthető betűtípusok vannak fönt, ezeket föl lehet telepíteni a Word-be is, és ugyanúgy a szövegszerkesztőben meg tudtok szerkeszteni bármilyen szöveget. Utána a Paint alkalmazásban szoktam ezt tükrözni, és akkor fölrakom transferrel, transfer oldattal a házikóra, és utána egész egyszerűen vékony ecsettel kifestem. Tehát gyakorlatilag bármilyen kaligrafikus feliratot meg tudtok csinálni, hiszen ezen az oldalon, amit említettem, de majd ezt is belinkelem, direkt kifejezetten van ilyen kategória, hogy kaligrafikus betűtípusok. Föl tudjátok tenni a házikóra, vagy bármilyen táblára a feliratot, amit szeretnétek, átfestitek, és kész. Tehát gyönyörű, szép lesz az eredmény. Nem mondom, hogy egyszerű, mert elég babra munka kifestegetni, főleg a vékonyabb betűtípusokat, de úgyis látjátok, hogy mi az, amit ti tudtok majd utána vállalni, vagy mi az, ami tetszik, és akkor szerintem akár egyébként filccel is át lehet húzni, tehát nem feltétlen kell ezt festeni, az ad neki egy olyan fajta textúrát, amitől nem is tudom, kap egy új réteget, és ezáltal egy fokkal bívesebb lesz, de ez olyan apróság szerintem, amivel nem feltétlenül kell foglalkozni. A lényeg az, hogy sikerélményetek legyen, hiszen az egész alkotásnak az a lényeg, hogy sikerélményetek legyen, és én is ezt szeretném, tehát nem szeretnék senkit bevinni a sűrűjébe úgy, hogy esetleg ne találja onnan ki önerőből. Mindenképpen azt javaslom, hogy addig menjetek, ameddig tudjátok a kiáratot, tehát célszerű úgy haladni ezekkel a kreatív projektekkel, hogy mindig sikerélmény lehessen a vége, hiszen ez örömért csináljuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, hogy kaptatok hasznos tanácsokat, vagy hasznos tippeket, hiszen ezért vagyunk itt. Hogyha mégis felmerülne bármilyen kérdés menet közben, alkotás közben, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban, amit esetleg nem vettem észre, vagy nem tudom,
bármi felmerülne, nyugodtan írjatok, vissza fogom nézni. Igen, érdemes figyelni, de hogyha nem látjátok, vagy nem tudja esetleg a magyar ékezetet, hát az aztán már semmiből nem áll egy magyar ékezetet mellé tenni, akkor ékezet nélkül kinyomtatjátok a szöveget, és akkor festetek rá egy hosszú őt, vagy hosszú üt. Ez pont az a kategória, ami szerintem már, hogyha idáig eljutottatok, akkor nem állíthat meg. Arra érdemes figyelni, hogy akkor szépen fogjátok magatokat, és ékezet nélküli szöveget nyomtattok, és utána már megoldjátok. Húha, köszönöm ezt a rengeteg szívecskét, nagyon örülök neki. Örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk legközelebb. Hát szerintem nem tudom, hogy mikor, de mindenképpen szólni fogok előre. Szerintem akkor már karácsonyi témával, vagy téli témával. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem, mint ahogy már annyiszor. Nézzétek meg a másik videót is, a makkost, be fogom ide linkelni, illetve nézzétek meg a többi kolléganőm videóját is, hiszen szuper dolgokat készítenek mindig. Sziasztok!